Több alkalommal pályáztunk már a kezdettől fogva, mink jónak tanáltuk ezt az egész dolgot. Kezdtük a földpályázatokkal, ahol sikeresen nyertünk földeket is, amire szükségünk van a jószágtenyésztésnél, a takarmányozásra. Nyertünk ültetőt, kukoricaültetőt, sőt családi vállalkozásban csináljuk ezt az egészet, ahol a család többi tagjai is pályázgattak. Buzavetőgépre egy traktort is már nyertünk. Most meg beadtuk ilyen trágyaszóróra a pályázatot, amit várunk, hogy most eldöntsék, hogy nyertünk vagy nem, mert egyre kevesebb a kézi munkaerő, és a gépesíteni kell mindent, mert csak gépekkel tudjuk megoldani, meg új jó gépekkel a további előrehaladásunkat. Mink főleg a jószágtenyésztéssel foglalkozunk, azoknak is termelünk gabonát, amit itten megetetünk a jószágtenyésztésnél, főleg továbbtenyésztésre adjuk el a jószágokat, a nőstényeket, a kosokat, ami vágós, azt persze megy vágóba, és ezeket a pályázatokon keresztül sikeresen el is tudjuk adni,